Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t, Ivonatúra televíziót láthatnak, ezen belül is más hangszeretett társalgás adássorozatunkat. Nagyon kedves vendégeink vannak itt a stúdióban, Nagy Szilvia és Nagy Orsolya. Nagyon Szia. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Szia! Köszönjük nagyon, a meghívást! Nagyon-nagyon nagy... Igen? Üdvözlet mindenkinek! Nagyon-nagyon nagy öröm és megtiszteltetés a számunkra, hogy így egyszerre el tudtatok jönni. Mindig-mindig évek óta kapcsolatban vagyunk most már veletek. Munka területén is, téta területén is, személyes barátság, iskolatársak, régi közös történetek, bulik révén is. De ezt így összehozni, hogy mind a ketten eljöhessetek, és a kedves nézők azt nem látják, hogy itt van édesanyátok is, és a kisfiad is, Bence. Tehát úgymond egy három generációs találkozást sikerült most itt megejteni. A kedves nézőknek csak annyit árulnék még el, hogy óriási energiák mozognak itt. Elő szokott fordulni egyébként, hogy a stúdióra olyan szinten hatással vannak ezek az energiák, hogy a technika vagy itt, vagy ott lesz szokott állni. Dino az egyik, aki valamit mindig el tud állítani a rendszeren, és a ti energiátok is valószínűleg a tétatér, a szeretettér, az együtt mozgás, az együtt lélegzés, amit ide behoztatok, ezt köszönjük külön nektek, ez nagyon nagy élmény volt a számunkra. Amiről nagyon szeretnék veletek beszélgetni az az, hogy gyakorlatilag mindig, amikor találkozunk, úgymond nem nagyon szoktunk mi egymáson tétázni konkrétan. Tehát mi még tudunk úgy beszélgetni, hogy nem egyből elkezdjük egymásnak a gombjait nyomogatni, feltárogatni, beszólogatni. Akarsz róla beszélni. Ugyanakkor észrevettük azt, hogy ma is az a pár szó, amit így egymás örömteli fogadásával eltöltöttünk, az mindjárt olyan információt adott, ami mondjuk éppen a legmélyebb beakadásra volt egy rendszer. És az a kérdésem az első, hogy mi a véleményetek arról, akár külön-külön is mondjátok el, mert az előző beszélgetésből tudhatjuk, hogy benned azért van egy kicsit spiritualisabb, buddhista szemléletmód. Szilvi az jobban szereti az evilági dolgokat. Kvantummechanika és az agy. Konkrétan így van, tehát így nagyon-nagyon jó szerintem ez a párosítás, amit itt ti összeadtok. Itt egy teljességet lefettek, hogy szerintetek mi van előre elrendelve? Tehát elképzelhető-e az, hogy információs szinten itt már minden készen van a világban, de az, hogy mi hogyan játszunk azokkal, hogyan hívogatjuk le, milyen érzelmi töltetet, milyen energiát viszünk mögé, milyen életet teszünk mögé, húzunk rá ezekre az információkra, az rajtunk múlik-e? Nem tudom, valamelyikőtök, akinek van erről valami véleménye egyáltalán. Véleményünk van. Én azt a nézőpontot szeretem magaménak vallani, hogy nem jegyzem meg azt, hogy mi az igazság. Mert azzal, hogy megjegyzem magamnak, vagy megtudom, vagy kialakítom, hogy mi az igaz, onnantól kezdve semmi más nem nagyon tud már beférni. Én azt szeretem igazából, hogyha mind magamnak is, és mindezt a konzultációkon, tanfolyamokon is ugyanígy történik, hogy mi a te igazságod, és abban az igazságban mekkora stressz az, ami nem engedi meg, hogy egyébként azt az igazságot se bebetonozd, hanem igazából abból kigyere, fölemeld magadat, ahelyett, hogy ez felemésztene. Tehát onnantól kezdve, hogy az igazságok a legtöbb esetben valamilyen traumán át szoktak megszületni, mert nézd meg, nem akarok inkább kényes témákat boncolgatni, de akár még a vegetáriánus életmód is nagyon sok esetben valamilyen állatok traumatizálásából nővi ki magát, ugye nyilván ez egy vonala csak. Onnantól kezdve minden olyan igazság, hogy szerintem így van, vagy hogy dolgok így vannak, hogy én ezt biztosan tudom. Tehát az, hogy ez le van-e játszva, vagy meg van-e szervezve, vagy van egy olyan felsőbb vezetés, ugye, amelyik mutatja az utat, és én abban hol vagyok, azt én együtt terveztem-e, vagy az nekem le lett tervezve, vagy én kértem, vagy én teremtettem, csak nem emlékszem rá, csak emlékezni tanulok, vagy most tanulok, vagy hogy ez az egész hogyan mozog. Ezt azt mondanám, hogy én nyitottan hagyom ezt a kérdést, és amikor kevéssé voltam tudatos és éber, akkor azt láttam, hogy jaj, nem tudom, és fölrakom a nem tudom polcra, majd amikor egy kicsit nyilván a dinamikám egy másik egyensúly állapotot mutatni, akkor pedig sokkal inkább tudok erről kommunikálni másokkal, és sokkal inkább tudunk felfedni olyan nézőpontokat, amik mindenkinek csak nyitogatják a teret.
Hogyha a spiritualitás ez nem annyira alkalmas erre, ezért azt mondanám, hogy a kvantum térnek ez a fajta eszmeisége, az egy nagyon-nagyon szimpatikus dolog, és abban való változatossághoz való hozzájárulás, hozzáférés, alakítás, az szintén egy zseniális dolog, úgyhogy azt mondanám, hogy nyitva van a kérdés. Te sokszor elég, nagyon-nagyon szeretem azt az őszintességet, ami belőled szokott jönni, amikor a spiritualitást, mint egy fajta ilyen elvontabb, elszálltabb dimenziók felé hajló dolgot próbáljuk ugye itt megérteni, úgymond egymással ütköztetjük. Te hogy látod ezt a kérdést, hogy szerinted mennyi az, amit itt mi el tudunk fogadni valóságnak, ebből, vagy pedig tényleg mindenképpen el kell vonatkoztatnunk mindentől, amit gondolunk. Épp a napokban beszélgettünk Orsival. Egyik téma az előző életek, illetve jövőbeni, vagy párhuzamos dimenziók, tehát mindenki abban hisz, amiben szeretne, ugye, vagy amiben akar, vagy amire képes. És mi van akkor, hogyha úgy állunk ehhez az egészhez, ugye nem én vagyok az első, aki ezt mondja, vagy gondolhatja, hogy van a nagy közös tudat, mező itt a lélek, és meg szeretne testesülni, és ki szeretne fejeződni millió formában. És ehhez választunk különböző járműveket, ugye nevezzük ezt testnek, és azt meglátjuk, hogy hogyan tudjuk itt használatba venni ezen a földi játszótéren, vagy ezen a földi játszótéren. És mi van akkor, hogyha azt nézem, hogy hányféle csodálatos módon tudok még kifejeződni itt és most, és végig tudom nézni egész a gyerekkoromtól, vagy az anyaméktől, vagy bárhonnan, ugye vissza tudok menni, és végig tudom nézni, hogy ezt hogy tudom mennyire megengedni magamnak. És ha azt mondom, hogy itt vagyok ebbe a testbe, mennyi minden kellett hozzá, hogy észrevegyem, hogy mennyire nagyszerűen működik. Mi van akkor, hogyha észreveszem a mondjuk úgy, hogy ugye azt mondjuk mi, hogy az isteni időzítés, tehát hol vannak azok a történetek, amik mindenképpen meg kellett, hogy történjenek a mai szemünkkel, ha visszanézzük az életünket, és mik várnak még ránk. Tehát milyen olyan belső hívás, olyan érzékelés van, hogy fú, ezt most meg kell csinálnom. Ugye, mert én vidáman maradhattam volna Ausztráliában, mint állampolgár simán, de nekem itt van a hívás, én úgy éreztem tavaly, hogy ott ülök, egy gyönyörű állom szép helyen, nekem itt van dolgom, és ezért így belendült az egész, nyilván összefogott ugye a nagy egész, és így lendít tovább az úton, és ehhez van egy olyan nagyszerű eszköz, mint hogyha mondjuk egy szerszámos láda lenne itt előttem, csak ugye nevezzük ezt spirituális eszközöknek, hogy nem a kalapáccsal, csavarhúzóval, ütvefúróval dolgozom, hanem megnézem, hogy éppen... Megnézem, hogy hogyan tudom ugye ezeket a lelki folyamatokat most változtatni, és azt mondtam az előbb, ugye, hogy szeretem a pillanatban itt megtapasztalni a fizikai valóságban. És van akkor, hogyha a szándék mögötti szándékot vizsgálom minden egyes alkalommal, és azt nézem, hogy ez a szándék mennyire tud azzal együtt rezonálni, aki ma én vagyok, nem tegnap előtt jövő héten, aki ma, és ez a nagy egésszel mennyire van összhangban, és akkor ezt az összhangot egyre inkább ugye teremtem magamban, vagyis beleérzek saját lényembe, és igen, a tudatos jelenléttel itt vagyok, és engedem, hogy hozza nekem a lehetőségeket az élet. Tehát honnan tudom, hogy összhangban vagyok? Onnan, hogy bejön hozzám mindenki. Tehát megérkezik az életembe, nem én kajtatom. Lehet, hogy rámegyek az internet, és azt mondom, teremtő, mutasd már meg ezt a weboldalt, amin pont azon, amire nekem van szükségem, vagy itt egy eladni való, nem tudom én, egy gyerekjáték, és, vagy egy ruha, hogy jöjjön meg az, akinek ez pont megfelelő. És a szándékom az, hogy nyertes-nyertes pozíció legyen, és akkor a nagy szőttesbe, hogy a végén ugye belevegyem azt a nagy egészet, az eleve elrendeltetés, vagy sem. Mi van akkor, hogyha nem ragadok bele, ahogy Orsi mondta, ilyen struktúrákba, és most ez igazság, vagy nem? Éppen melyik igazság? Kinek az igazsága? Melyik részemnek a személyiségemnek, a félelmeimnek, a gyermek, aki bennem lakozik, és mondjuk még valamilyen módon lehet, hogy sérült, ki tudja. A tudatalattimnak, amiben nem tudom, hogy mi van bennem, mert azért van tudatalatt. A tudatos tudatom, ami ebben a pillanatban mondjuk az ego szereti, nem szereti, ellenkezik vele, vagy nem, a hangnak a fejemben, ami lehet valakinek a félelme, másoknak az energiájának a levétele a nagy közös mezőből, vagy a kapcsolódás a teremtőhöz. Tehát mi, ha a fókuszomat oda viszem, hogy itt és most, itt vagyok ebben a nagyszerű járműben, nevezzük testnek, egyre inkább tudom értékelni, meg tudom becsülni, és látom, hogy egész egészséges, teljes, és megengedem,
hogy el tudjam engedni azokat a dolgokat, ami ebben a pillanatban úgymond fogva tartja az agyamat, és tényleg azon gondolkozom, úristen, ennek itt kellett lennie, vagy nekem is nem tudom, össze kell törnöm magam kétszer ahhoz, hogy nem az a lényeg, hogy összetörtem, vagy nem, illetve sokszor, ugye mondjuk úgy, hogy ilyen külső megítélés szemszögéből ezt azt mondják, hogy hú, de jó, mert akkor te már ezen túl voltál, és akkor már te kipipálva hiteles vagy a számunkra. De nem ez a kérdésem, az, hogy most ebben a pillanatban itt és most ennyi idősen ezzel a tudatossággal tudok úgy teremteni, hogy ahhoz már nem kell mondjuk, mint régen motorbalesetet szenvednem, vagy végignézni, hogy az Orsinak ugye a barátnél a szemem előtt halt meg, vagy mondjuk szemműtéten átesni, ahol ugye szétkaszabolták a szememet azért, hogy láthassak. Tehát azt mondom, hogy jó, ezt köszönöm, megtapasztaltam rendben, ez nem rossz, nem jó, ettől nem leszek én az Ó Nagy Szilvi, hanem ettől az vagyok, hogy észreveszem, hogy hello, baby, van itt valami érték, amit meg tudsz becsülni úgy, hogy azt egy szeretgetéssel, egy gondoskodó törődő érzéssel átitatva felemelő érzéseket tudok generálni belőle, és nem elsősorban és utolsósorban a gyerekemnek ezeket a mintázatokat nem kell továbbvinni. És akkor ebből nem azt mondom, hogy Isten üdvözítés, hú, mi lehet a következő, hanem beleérzek, oké, mi a szívem vágya, mi az, amivel itt a legtöbb emberhez hozzá tudnék járulni, és így teszem a dolgomat. És akkor ebből a szempontból is van annak jelentősége, vagy nincs? Nagyon érdekes, arra irányult a kérdésem alapvetően, és azért kérdeztem ezt, mert nagyon sokat meditálunk mi is, jógázunk, amivel konkrétan az elménknek a lecsendesítésével, a hitrendszerekkel, a tudatalattinkat szépen el tudjuk hallgattatni. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki jól meditál, sokat meditál, akkor nem feltétlenül van szükség arra, hogy elkezdjen feltárni mindenfélét, kutakodjon magában, és elkezdjen a hitrendszerekkel játszani, átszervezni, átcsoportosítani, lecserélni ezeket. Ugyanakkor nagyon nagy valószínűséggel, hogyha valaki csak meditál, és úgymond egy ilyen felületi jó állapotot és jó érzéseket okoz magának minden alkalommal, attól továbbra is hordozni fogja magában mindezeket a dolgokat, amiket a Theta Healing úgymond egyszer és mindenkorra ki tud rakni belőlünk, ki tud üresíteni belőlünk. És igen, itt Orsi, inkább egy picit téged kérdeznélek, hogy nagyon sok olyan emberrel van kapcsolatunk, akik meditálnak, szentírásokat, szent mantrákat használnak arra, hogy úgymond semlegesítsék ezeket a hitrendszereiket. De azt vettük észre, hogy ahogy a nagy földi játszótérre ki kell menniük, tehát én nem ülhetek meditációban, hanem ki kell mennem, élnem kell itt ebben a fizikai testben, ebben a járműben, itt ebben a világban, ezen a fizikai síkon, ezek között a kaják, állatok, oktatási rendszer, stb. Között kell tudnom úgymond boldogulni. Az a tapasztalatunk, hogy ha nem alkalmazunk egy ilyen fajta módszert, ami ott feltárásra vonatkozik, a kicserélésre, a tanúsításra, a megélésre, hogy mondtátok, hogy bele kell menni ezekbe a dolgokba, akkor az bizony ott marad, és mint egy ilyen kis fiókba, az ott van továbbra is, és nem lehet tudni, hogy ez a bomba mikor fog kirobbani. Mi a te meglátásod erről, aki meditált is, értem, és a buddhista szemléletet is úgymond magadban hordozod? Hát ez egy érdekes kérdéskör nagyon sok szempontból. Egyrészt rengeteg információ jön föl mindig, amit szívem szerint mindent elmondanék, de nyilván csak inkább ilyen részeket világítanék meg, és mindenki akkor is kap ugye egy magasabb megértést, mert ha már egy-egy mondatot mondunk, amire utaltál, és csak egy rövid beszélgetésben pont az a megfelelő szó hangzik el, akkor mit nyit meg? És te van mindig időd rá, hogy azt beépítsd és integráld, és megmutassa a számodra megfelelő vonulatait, összefüggéseit. Azt gondolom, hogyha például valaki most meditál és szentszövegeket mond, és stb., akkor úgyis a mikrokörnyezetében van benne most, hogyha kimegy és iskolába megy a gyermeke, és az, mint szülő például hat rá, vagy ugye nyilván oda-vissza hat, vagy bármi más a boltban mégse tudja megélni a hétköznapi életben, hogy hogyan viselkedjen, az csak a mikrokörnyezetnek egy tágítása. Abban a nagy egészben még mindig csak egy szeletről beszélünk, ahol ő a komfortzónáját, a valamiért mindig ki fogja tágítani. A spirituális dolgoknak a hétköznapi felhasználása más, mint egyébként az, amikor tanítókat, gurukat, stb.-nek a szent szövegeiket akarjuk megértelmezni. Ez olyan, mint amikor egy nagyon kedves ismerős
sem mondta ezt a példát, és én szeretném itt felhasználni, mert zseniális szerintem. Bedugod a padlás ajtót, elképesztő porszál fel, és a nagymamának a hintalovát sárkánynak nézed. És addig, hogyha nem vagy kész a tudatoddal valamire, hogy meglásd, mint például előző életek, vagy utaztatások, vagy stb., ha nem abban a térben vagy, amelyikben semlegesség van, úgymond, és ez nem feltétlenül az ürességnek a minimál, vagy negatív, vagy pedig egy ilyen hiányállapota, hanem az a mindenség, mondjuk azt, hogy a szeretettere, mondjuk azt, hogy ez egy emelkedett rezgés állapot, akkor nem kell, hogy következtess valamit. Nyilván az elme az meg akarja érteni, és logikailag is beleveszi aztán az információt. Szóval végül is a spirituális felhasználásnak a hétköznapi része egy picikét már ingoványosabb talaj, mert az információnak az értelmezésének a készsége nem biztos, hogy kifejlődött. Az ember befogadja az információt, de még nem tud visszasugározni, vagy még nem akar, vagy még nincsen ott. Ezért mondhatjuk azt is, hogy van, ami bébi lépésekben történik, valami óriás léptekben történik, valahol egyre inkább az ember képessé teszi magát. Amikor én a buddhista meditációkat tanulmányoztam, vagy csináltam, benne voltam, ugye élmény szinten megjelentek számomra olyan élmények, ahogy mondtam, depis voltam, végül is bármilyen fokozatnak vehetjük ezt, és utána megjelent az öröm állapot, valahol hozzáfértem a térben. Ugye ott a tér és a tudat elválasztás nélkül megjelenik, amit mondasz, hogy esetleg a meditáció megtörténik. A Theta Healingre én azt szoktam egyébként mondani, hogy ez nem egy meditációs folyamat, nem egy meditációs technika, de mégis van benne egy állapot, amit hívhatunk a meditatív állapotnak, egyrészt mert mindenki tudja, hogy a téta agyhullámot a meditációban esszenciálisan használjuk, mint hozzáférés magunkhoz és a nagy egészhez, nyilván már az egységben benne is vagyunk, mert a nagy egész meg én, a mikro és a makro környezet megvan. Tehát ha valaki belül tud okos lenni, szép lenni, jó lenni, egységben lenni, de a boltba nem tud kimenni, az lehet neki a következő lépés, és akkor már megint mondhatjuk azt, hogy az nem jó, nem rossz neki, pont most azt kell megtapasztalni, és azt sem tudjuk, hogy ki van-e pipálva valami, mert mi van akkor, hogyha 2 csilliószor hoztam le ugyanazt a témát megélni, és mi van akkor, hogyha ezt valamilyen oknál fogva mégis szeretem? Például, hogyha mindenkitől elnézést, ha valamilyen mítoszt most összerombolni látszódna, de meg nem ez a lényege. Például, hogyha Theta Healingben gyökér problémát keresek, én leginkább például működési elvet, működési módszert szoktam keresni, hogy például kell-e a trauma ahhoz, hogy utána boldogságot találjak. Nem biztos, hogy azt a gyökér problémát akarom megtalálni, hogy 4 évesen, január 22-én mi élt engem, vagy előző életemben, mert volt már előtte valami bennem, amire az rezonálhatott, ha más nem, a szándék lehoztam, hogy megélhessem. De azt meg tudom nézni, hogy milyen működési elvek vannak, és hogyha megnézzük a Theta Healingnek a nagyon egyszerű, nagyon finom, számomra nagyon zseniális egyik útmutatását, a 7 síknak a létezését, amiben minden benne van, akkor mondhatjuk azt, hogy bizonyos energiák, és itt már ezen sokan nevettek, mert több videómban elmondtam, a alapkönyv 162. oldalán, a kedvencem, ott vannak az 5-ös síkos programok, kötelezettségek, vállalások, tematikailag felsorolva, és egész egyszerűen, mintha szinte választ adna majdnem mindenre, amikről beszélünk, és amikor megnézzük azt a bizonyos fiókot, amit beleraktuk, akkor azért megnézném, hogy az én szennyesembe tényleg csak olyan szennyes van, amit nem lehet kimosni, mert gyapjú is, meg kényes is, meg más színű is, meg szöszmötöl is, meg stb., mert akkor azt tényleg ott van, egyszer fölvettem, oda beraktam a szennyesbe, és nem mi fog vele történni, nem tudom újra alkalmazni. Szóval végülis a világnak a zsenialitásának a kifejlődése, most valaki így, valaki úgy, kár lenne elnevezni, hogy jó vagy rossz, de az biztos, hogy a megoldás orientáltságra rá tudunk menni, és az itt és mostban megélni azt, akik vagyunk, és azok lenni, akikké szeretnénk válni, és pontosan ez az előző mondatokból is, ugye ez a versenyszellem nélkül, vagy az önmagammal való versenyből is kilépve akár, mégis lehet egy izgalmas játékosság, hát én is tanulom nyilvánvalóan, amit látok, nem szivárványfényből vagyunk mi se, és itt vagyunk, és csináljuk, és ugye itt is meg szeretnénk állni, azt a nagyobb hívást is meg szeretnénk élni, abban is ki szeretnénk teljesedni, a kis nyűgünkbe is meg szeretnénk valósulni, abból kiemelkedni, szóval végül is minden szinten, aki működik, például a Theta Healing nekem azért az egyik nagy kedvencem, mert nem kell, hogy elköteleződj, és mégis tudod használni.
És hatalmas szabadságot ad. Gyakorlatilag mindenre igen. Képesek. Igen, kíván. Egyébként nagyon sok mindent kimondtál, tehát mi előszeretettel összeházasítottuk a Theta Healinget egyébként, vagy inkább azt mondom, hogy a spirituális fejlődés útjának egyik nagyon-nagyon kiváló eszköze, ami utána igen elvisz magasabb tudatosságokhoz, egyre nagyobb egységtérhez tudunk csatlakozni, egyre több olyan dimenzió nyílik meg a Theta segítségével is, ami eddig is az embereknek a lehetőségében, vagy ott volt a lehetőség, hogy ezeket használjuk, hiszen ez vagyunk, a minden vagyunk. De ugye ezek a hitrendszereink, meg egyebek pontosan ezeket elfedik, elárnyékolják előlünk. És ahogy mondtad is, hogy le kell takarítani egy kicsit a hintalóval, le kell szedni róla, hogy meglásd, hogy mi van ott valójában. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó eszköz. És a Theta Healingben, meg a spiritualitás, az pont itt jelenik meg ezzel a kvantum térrel, ezzel az itt és mostban, ahogy kitágul, ahogy a végtelen térűr leszel, ahogy ezt a minden tudást, a mindenre való képességet eléred. Na most egy olyat kérdeznék, hogyha szerintetek valaki tovább akar menni, tehát tovább szövögeti a kis céljait, azt mondja, hogy én itt ebben az életemben most meg akarom élni azt a legcsodálatosabb valakit, aki minden képességet, ami a rendelkezésre áll, használ, aktívan használ, minden információt és tudást, ami számára elérhető itt és most, azt a Theta elő tudja elsegíteni, vagy először tovább kell menni, és úgymond az egón túllépve a mindenségé kell válni, ez már egy kicsit a spirituális része, amikor én az egót lerombolva az önvalót akarom ezt az kiüresedett állapotot megtapasztalni, és utána ebből behívni mindent. Szerintetek ez hogy működik? Szilvi, egy picit mondd már el, hogy te hogy éled ezt meg. Megelégedsz-e azzal most, amit a Thétával el tudsz érni? Ha nem ebből a szemszögből nézném, akkor azt mondom, hogy itt van egy nagyszerű, remek eszköz. Elsajátítottam, használom. Ugye oda kell figyelni, ezt úgy általában a használóknak mondom, hogy ez nem egy függőségi állapot, tehát lehet annyira belecsapni ugye ebbe az egészbe, hogy egyszerűen élvezed, de nem kell kiásni mindent mindig, hanem rálátásokat kaphatok. Kérek egy legmagasabb megoldást. Mutasd meg itt, hogy mit kell tudnom ebben a helyzetben. Gyorsan éppen a bébi az anyamévre van szükségem, akkor azt tanúsítom, miközben most veled beszélgetek, képes vagyok rá, mert mindenki képes rá. Ugye, mert ne felejtsük el, hogy egyszerre tudok mondjuk egy munkáján jelen lenni, és azon gondolkozni, hogy mit főzzek ebédre, vagy egyszerre tudok vezetni, és közben híreket hallgatni, enni, vagy van, aki képes cigizni is e között, vagy ez az idő alatt, vagy telefonálni, és félfüllel hallani, félfüllel gondolkozni. Tehát itt nagyon sok mindent csinálunk egyszerre, ugye? És az én olvasatomban ez az ego, spiritualitás kérdés, én szeretem úgy nézni ezt, hogy van egy olyan részem, ami kell ahhoz, hogy itt legyen a fizikai világban, és ezt szeretem, egyre inkább szeretem. Van egy kis része, hangja, ami osztja az információkat, de mi van akkor, ha összebarátkozom vele, és tényleg úgy, és akkor használom, akkor kérdezem a valódi énem, vagy becsatlakozok a nagy térbe, és felteszem neki a kérdéseket, és megvitatom magammal, hogy oké, ez a lépés, ez most egy előrevívő energia, vagy abból a térből indul, vagy meg egy limitáló tér, és nem ez rossz, ez helytelen, az ego játszmája oldalról nézem, hanem tehát így is cselekedhetek, és van-e más választási lehetőségem. Tehát ebből a szempontból egy nagyobb szabadságot adok magamnak, hogy most személyiség vagy nem személyiség, kell a személyiség ebben az életben szerintem. Az, hogy ez a kiüresedés, mondjuk úgy, hogyha azt nézem, hogy kitakarítjuk a múlt jelen jövőnek a ebben a pillanatban vélt vagy valós traumáihoz kapcsolódó érzelmeket, vagy érzésmintákat, akkor ott a jelenlétben be tudom hívni, át tudom adni magam, bele tudok olvadni abba a fajta érzésbe, amikor itt vagyok, és mondhatom azt, hogy a feltétel nélkül szeretet átragyog, vagy a teremtő erőt sugárzom ki, miközben átjárja az összes molekulámat. Tehát itt vagyok a jelenlét állapotában, ezt a hálaérzésével, az örömmel, a nagyra becsüléssel is el tudom érni, nem feltétlenül az a
fölmegyek, lemegyek, hanem tuk, bedugtam magam végtelen konnektorba, ugye ezt szoktam mondani, és tudom, hogy fölkapcsoltam a villanyt, ott vagyok a magasabb rezgés minőségen is itt, megnézem, hogy mit tudok teremteni. De ez, hogy én megnézem, hogy mit tudok teremteni, ugye ez azért fontos, mert ha látom, hogy mi legyen a fő csapás irány, arra tudok haladni. Ha nem tudom, akkor össze-vissza csapkodok. Mm-hmm. Tehát áshatok orba szájba, de ha nem tudom, hogy mit szeretnék holnap csinálni, de nem úgy, hogy fizikailag 4-től 5-ig, mm-hmm. hanem az érzés, hogy van értelme élni, hogy tudom tisztelni a létezést, hogy tudom megbecsülni az életet. Mm-hmm. És lehet, hogy egy háborús sújtott övezetben vagyok, lehet, hogy éppen most obbantottak föl, hogy többször olyan helyzetbe keveredtünk, hogy pont akkor repültünk, pont úgy, például Belgiumon keresztül, ahol terrortámadás volt előtte, és nagyon sok ember azt mondja, hülye vagy, de hogy arra menjél már, arra vezet az út, oké, okay. FNS, mindenkinek teremtő kérek egy nagy energetikai tisztítást, én biztonságban vagyok. Ugye sok ember sok félelemmel bír, és azt kell nézni, hogy bele cuppanok én ezekbe a valóságokba, vagy tudom megtartani azt a magas rezgésminőséget, ahol köszi, mit tudok tenni, feltétlenül szeretetet sugározni, tanúsítani, tanulja lenni a folyamatnak, és én oké vagyok. És innen nézem, hogy mi a következő lépés. És a pillanatra jövő múlt, tehát az agy nagyjából emlékszik valamire, hogy mi volt a múltban. Ugye? De nagyon sok kutatás van arra, hogy egyáltalán nem emlékszik, mint egy házasság és válás. Nézzük meg, egy váláskor két egész más vélemény van, ugye a vállófélben levőknél a múlttal kapcsolatban. Nagyon sokra rosszul emlékszünk, vagy sehogy. Tehát el vannak tárolva információk. Belecuppanunk nagyon sok közös tudatmezőbe, amikor én azt mondhatom, hogy jó, én voltam Sisi előző életemben. Hány ember mondja ezt, hogy ő volt Sisi? Sisi, ide vagy oda, ebben a pillanatban Szilvi vagyok, Szilvi formátumú testben, vagy legalábbis ezzel azonosítom magam, és megnézhetem, hogy innen mit tudok kihozni ebből. És még egyszer, hogyha az egót a barátommal tudom tenni, és azt mondom, hogy oké, okay, bármi, amit szeretnék csinálni, az adjon nekem örömet, vagy tudom ugye megélni azt a fajta jó érzéseket, amikor reggel fölkelk, egész nap csodálatos vagyok, aztán lefekszem aludni. És még akkor is csodálatos vagyok. Ami nem jelenti azt, hogy nem bosszantom föl magam, vagy nem leszek ideges, vagy nem szomorkodok 5 percre, de visszatom hozni ezt az egyensúlyi állapotot egyik pillanatra, a másikra akár. Tehát akkor azon az úton vagyok, amin azt mondhatom, hogy nevezhetjük a csodálatos teljességérzés állapotának, mm-hmm. be tudom engedni azokat a fajta tapasztalatokat, amik ezt fogják visszaigazolni nekem. És akkor engedem, hogy áramoljon a folyamat, az energia, hogy megérkezhessenek azok az emberek, akik mondanak egy-egy mondatot, és mint egy útjelzők, én látom, hogy merre visz az utam. Ma még nem tudom, hogy fizikailag pontosan mit szeretnék csinálni, de egyszerűen minden jel arra visz, hogy. Például, amikor mentünk Ausztráliába, vagy én mentem Új-Zélandra, vagy előtte Angliába, egyszerűen minden jel arra vitt. Mennyire... Következő logikus lépés, úgy is mondhatnánk néha. Mennyire tudod ezt a folyamatos önprogramozást abba hagyni? Tehát ugye ehhez azért ez az állandó jelenlét kell. Igen, de ez nem fárasztó, hanem... Ez nem igen, ezt akartam kérdezni, hogy nem fárasztó, hanem igen. Uh-huh. És hogy létezik-e egy olyan ösvény, aminél azt mondom, hogy nem én mondom meg, hogy mit akarok, hanem jön az ösvény, és én csak utazom rajta. A helyzetek mindig jönnek, tehát mindig van, tényleg van egy válás, van egy születés, van egy új kollega, van egy új, nem tudom, egy nyaralási bármi. Lehetőség, de én abban hogy teszem bele magam, azon uh-huh, nem mindegy. Uh-huh. És ebből azt kérdezted, ugye, hogy tudjuk használni a theta healing eszközeit, vagy azon túl uh-huh. mi van. Az, hogy élem az életemet, és tudom, hogy mikor melyik eszköztárhoz nyúlok. Ez olyan, hogy van a szerszámos láda a lakásomban, de ez nem jelenti azt, hogy állandóan falat fúrok. Uh-huh. De tudom, jó, hogy ott igen. van. Viszont állandóan vagyok, és azért arról is uh-huh. beszélünk, ugye mondjuk, hogyha maradjunk a theta healing kontextusánál, hogy erényeket sajátítunk el. Most még mindig ott van az a működési elf, hogy hoztak, küldtek, én hoztam, a karma dobott ide, milyen törvényszerűségnek felelek meg. Zárójelben 6-osig teszi ezt a textúráját, ugye az idő a gravitációtól kezdve a különböző természeti törvények élhetővé ilyen módon ezt a világot. És hogyha erényeket sajátítunk el, akkor végül csak arról még mindig arról beszélünk, nem csak arról, még mindig arról beszélünk, hogy olyan, mint egy spirál, és különböző oktávszáma van a különböző érzelmeknek, hogyha én például egy szolgálat felé
akarnék kiteljesedni, de még a kiszolgáltatottság felé vagyok közel, akkor nyilván a szolgálat már eleve egy hívásként benne van, akár a szív térmezőben, amivel eleve megszülettem, és onnan éltem meg ezt a világot az első 7 évben, mert érzelmi alapon megtanulunk indító programokat gyakorlatilag a szülők, generációk és a satöbbik folyamán, vagy a öntudatlan részben ugye ott mozognak azok a benyomások, amiket párhuzamos univerzumokból bárhonnan ugye magunkénak hiszünk először, és ott van az, hogy végülis mégiscsak erények azok a magas rezgésű érzések, amiből egyetlen egy folyamat, ami mindig összefügg mindennel, ugye természetesen akkor nem is folyamat, meg nem is ez a pillanat, akkor lehetővé teszik számomra azt, hogy mind a megértést, mind a kedvességet, mind a szolgálatot, mind az alázatot, mind a szeretetet, az együttérzést, mindent egyre magasabb rezgéssel tapasztalok. És minél magasabb ez a rezgés, nyilván a szeretet annál kevésbé öncélú, és nyilván annál kevésbé van az, hogy az üresedés, a kiüresedésre, ugye, amiről beszéltünk, amire utaltál is akár, hogy volt egy szó, amit a beszélgetésünk alatt te mondtál, én valamit mondtam rá, és kaptál egy olyan szót, amivel tovább tudtál rálátni erre a történetedre, és megláttad, hogy végül is az ürességnek volt egy nehéz rezgése valahol a múltban, és amikor a nehéz rezgésre ráláttál, semmilyen eszközt nem is használtál, csak magát, azt, hogy vagy, és már felemelte azt a rezgést egy másik minőségre, és nem csináltad meg a protokollt, hogy elengedem, letöltöm, stb. Még az, hanem engedélyt magadnak, engedélyt adtál magadnak valahol arra, hogy azonnal egy klikre megint megváltozzon benned valamit, és onnan, amikor onnan tapasztalod a mostot, az is ugyanaz a teljesség. Hát van, amit lehet érezni ebben, és a téta nagyon-nagyon nagy segítség, egy adrenalinbomba, egy oxitocin injekció, akár igen, spirituális az ember, akár nem, aki önmagát akarja megtalálni, boldog akar lenni. Nagyon-nagyon-nagyon csodálatos módszernek tartom a theta healinget. Nagyon nagy függőséget lehet tőle kapni, nagyon meg lehet szeretni, nagyon lehet létrehozni, nagyon lehet, amit aztán el lehet engedni. És amit segít, amit segített megláttatni a téta, hogy igenis van egy tökéletesség ebben a világban, egy tökéletes rend, egy tökéletes valami, ami irányít mindent, és az itt van bennünk mindenkiben egyenként. Igen. Aki akarja, használja, aki nem akarja, nem használja. És mondhatod, hogy a aki nem akarja, annak is működik. Igen. Csak ugye ki mennyit enged ebből meg. Utolsó kérdést szeretnék feltenni nektek, ha tudtok röviden válaszolni rá. Mi az a legnagyobb nyereség, amit adott a Theta Healing nektek egyéni és családi szinten? Akár állapot, bármi, amit most így tényleg így azt mondjátok, hogy ezt nem hiszem el. Ez szinte mindennapos. Azt szoktuk mondani, hogy könyvet lehetne írni, szerintem körülbelül a konyhába eltöltött időről is sokszor, mert néha annyira zsenialitását mutatja meg ez a tér, hogy összeáll a szinkronicitás, a szuprém beszélgetés egy magasabb intelligenciával, vagy a kiüresedés, megüresedés a mindennel, de nekem egyébként a boldogság, az, hogy állandóan a boldogság rezeg, és az a rezgés, ami, ha még nem is az, de már a háttérben mindenben benne van, ez annyira zseniás, és annyira élettel tölti meg az egészet, amit én tudok észlelni ebben a pillanatban, hogy az már önmagában fantasztikus. Hát a családi szinten ugye ez már megint csak szuperlatívuszokban lehetne beszélni arról, hogy miért ebbe a családba, miért ebbe a mindegy, hogy lélekcsalád, vagy nem, mindegy, hogy hívjuk valaki, akikkel dolgod van, vagy az életedben szerepelnek, akkor bármilyen dolgod is van, bármilyen kapcsolatod is van, ugye, hogyha ez egy olyan minőségi élmény, bárhonnan közelítjük meg, amiben érdemes lenni egyre inkább, akkor ez mi más, mint fantasztikus. És ez csak az érzelmi része, aztán a többi az rengeteg infó lenne. Azon a ragyogáson kívül, ami látszik rajtad mindig. Energiabombák. Jó, hát ugye ott volt ez a gyerekkor, amikor azt se tudtam, hogy hol vagyok. De tényleg nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit keresek itt, és kik ezek itt ebben a furcsa világban. Utána jött a 20 éves korban ez a semmi értelme, mi a francot keresek itt egyedül,
értelmetlen ez az egész, hogy általában ültem egy 10. emeleti panellakáson, és sajnáltam magam egy jó pár évig. Aztán ugye volt a könyvelői korszak, hogy úristen, ebbe fogok itt most az életem végéig élni, és jönnek a tipikus szerepek, azóta leszettem erről a stresszt. Aztán jött ugye az anyuka szerep, és abból is ki tudtam teljesedni egy olyan oldalról, amire nem gondoltam volna, hogy én erre képes vagyok. Aztán Orsival végigcsináltuk a fitness modellversenyt például, vagy amikor együtt felszálltunk egyébként hőlégballonozni, életemben nem gondoltam, hogy én hőlégballonba be fogok egyáltalán ülni. A fitness keményebb volt, amikor 10 centis cipőbe fölolajozott. 17 centis, mindenki tengerrel olajoztak, hogy az izmosék jobban látszódjanak, és mi meg ott minden elengedésünket az egyébként. Az Ausztrál Fitness Model versenyen elmondom, mikor kimentünk a színpadra, az Orsi az utolsó pillanatban még tétázott rajtam, mert lehet, hogy úgy nézek ki, ahogy sokan gondolják, de ott volt az a pillanat, ha én itt most kimegyek. És nem az volt a legnagyobb kihívás, hogy a bíróknak, a zsűrinek a szemébe nézzünk, mert azt mondták, hogy az elvárás, hanem az, hogy meg tudjunk mozdulni, és ki tudjunk lépni egyáltalán. És egy koreográfiát végig kellett csinálni, bocsánat, egy táncos koreográfiát. Már el egy másodperc, ez annyira jó volt, figyeljetek, ez szerintem azért zseniális. Tehát, nagyon rövid leszek. Extra barnítás, lefújósan. Úgy néztünk ki, hogy mondott, jó égén, hazamegyünk, fitness modell bajnokság, hazamegyünk, 2 nap múlva Amerikába vízumot fogok kérni, azt hiszik, hogy valami, nem tudom mi vagyok, fekete voltam, egyébként platina szőke hajjal. Lefújottuk magunkat még egyszer, ez volt a próbafújás, azt hittük, hogy a gyerekeink nem fognak, vagy a gyereke a Szilvinek, meg a többi gyerekek nem fognak minket megismerni. Na, eljött a Ford Race, megcsinálta, stb. Fölöltöztünk, beültünk a kocsiba, Páduc projektnak hívtuk, az első nagy plakát egy fekete párduc volt, egy autóreklámmal Sydneyben. Megérkezünk, beszélgetünk, stb. Megérkezünk Shell Harborba, reggel korán volt még 7 körül, tele volt a parkoló, ugye nyilván hasonló versenyzőkkel, kinéztünk, és azt mondtuk egymásnak, hogy nézd meg, hogy néznek ki. Úristen, hát, hogy néznek ki, mindenki tud extra, és ránéztem a Szilvia, és ő is rám nézett, hogy én is, és mi nem láttuk meg magunkat, ekkora haj, ilyen smink, ilyen elképesztő volt. Az, amikor benne vagy valamiben, észre se veszed azt, hogy mi az, ami változik a legtöbb esetben, és például ez egy olyan eszenciális, zseniális kis momentum volt, amikor hogy te ki vagy? És ugyanúgy néztünk ki, mint mindenki, akiről azt hittük, hogy úristen, mennyire nagyok, és hogy tudják, és ők azok, és az összehasonlítás. Igen, és amikor elmentem a science végzettséget megcsinálni Amerikában, és egyszer csak Las Vegasban kötöttem ki, az még előtt a master képzésem volt, de tehát az, amikor észreveszed, hogy összeomlik az életed, de igazából ez nem egy összeomlás, hanem ki kell rezegnie mindennek, aminek ott nincs helye, hogy bejöhessen az új. Ugye ezek szavak, nagyon jól, és sokan mondják ezeket, de amikor ott vagy benne a folyamatban, és az a jelenlét, tehát ez, amit tudatosan hozzáadott, az az, hogy meg tudok engedni magamnak olyan dolgokat, amiket régen nem, hogy nem fogadtam el, nem is láttam, hogy ott van, most pedig meg tudom engedni, és bele tudok tágulni, meg lazulni önmagamba, és olyan korlátokat már nem kell döngetni, hanem, és nem is és használjuk. Önmeghaladás tulajdonképpen, igen, és itt az eszköztár, itt a szabadság, és én rendelkezem a saját életemmel, időmmel. Igen. Hát én azt gondolom, hogy ti csodálatos példája vagytok egyéni és családi szinten is annak, hogy nem kell ebben a begyöpösödött társadalomban egy ránk húzott, tőlünk elvárt, irányított Matrix rendszerben háttérhatalmakkal, összeesküvés elméletekkel manipulálni. Igen, nem is akarok, csak hogy ugye az emberek többsége azért ebben él, és akár a mi életünk is mehetett volna azon a régi síkon, ahol most ugyanúgy most orvosi rendelőről rendelőre járnánk, akár gyógyulnánk, szomorkodnánk a gyerekünkön, panaszkodnánk itt-ott mindenhol, ahol lehetséges, néznénk a tévét, a sorozatokat a ropival, egyebekkel, és hogy nagyon-nagyon ezt csak ezzel a módszerrel tudhatjátok meg, ez juttatott el ide, hogy ilyen életeteket igen. is tudtok élni. És sokkal jobb életek vannak egyébként, hogyha ezt nézed kívülről, tehát nagyon nagyszabású életek vannak a miénknél, de ettől függetlenül nagyon, tehát ahonnan jöttünk, és ahol vagyunk, meg ahova tartunk, az egy fantasztikus utazás. És egyébként, bocsánat, úgy értettem, tudod, van a tanáromnak a kedvenc mondata, ha elég nagy a cél, nincs időt betegnek vagy szegénynek lenni. Igen. És ezt azért mondom, most összeesküvés elméletek ide vagy oda,
vagy mindenki abba cuppan bele, mondjuk végigolvasok én is egy internetes hírportált, egy pillanatra bele tudok cuppanni ebbe az energiába, csak észreveszem, hogy oké, köszi, ez nem az én valóságom. Ez nem jelenti azt, hogy nem ismerem el, hogy igen, mondjuk Párizsba ebben a pillanatban nem biztos, hogy biztonságos elmenni. De akkor tudatosan mást választok. És nem pedig azon rágódok órákon, hónapokon át, hogy milyen ez a világ. És még egyet hagyd mondjak el egy utolsót, jó? Ez annyira, ez így kikívánkozik bennem. Én ott álltam Új-Zélandon 2003 májusában. És 2002-ben egyedül mentem ki decemberben. Úgyhogy nem tudtam angolul, nagyon kevés a Hedvé című könyvből, amit tudtam. Nem volt pénzem. Nem volt nálam a bankszámlámon kölcsön $1000 volt, mert aki odaadta, azt mondta, hogy nem lehetek ilyen idióta, hogy ismerősök, senkit nem ismertem, ismerősök nyelvtudás pénz nélkül ki akarok menni fél évre, és azt mondtam, csak nekem dolgom van, mennem kell most. Felszálltam a repülőre, Szöulban már kicsit gondolkoztam, megremegett a léc, hogy mi a francot fogok csinálni Oaklandben, és egyszer csak fantasztikus volt az egész hosszú út, de nem akarom elmesélni, csak az, hogy ott álltam. És földobtam volt egy utazási beszélgetős csetes hír portál, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, egy weboldal. És én földobtam azt, hogy ki az, aki szeretne eljönni két csajjal, vagy többel, de lehet, hogy több autóval, vagy lehet, hogy egy-két lánnyal autóban betársulni, körbeutazni a déli szigetet, mert hogy én megyek. És amilyen válaszokat kaptam, én Abraka néven voltam fönt, ezt egyszer nyilvánosságra azon, hogy könyvben megírom, azt írták, hogy na mi van, kis pufok pénztáros nő, szeretnéd, hogy ne Billy belógjon a kezed? Tehát ez volt a legfinomabb. Tehát olyan kommenteket kaptam, hogy te szerencsétlen lúzer, biztos ott ülsz a 8-tól 6-ig tartó munkaidődben, és próbálsz álmodozni, te kis senki házi magyar, de olyan brutális, tehát én így néztem a komputeremet, hogy én nem hiszem el, hogy én a 20. században, bocsánat, már 21. a fejemben, ugye, mert már átléptünk. Fontos a megengedés, és megengedjük, hogy mindenki. Olvastam, hogy komolyan, tehát az összes feltételezés az volt, hogy én valami budapesti, szerencsétlen, nyomorult, kövér elhízott pénztáros vagyok, aki csak ábrándozik, és de jó lenne majd, ha lefogy 20 kilót, ugye, mert feltételezték, hogy hogy nézek ki, és majd, ha lefogyok 20 kilót, akkor majd jön a nagy álomlovag, ugye, egyébként akire minden nő vágyik, a sluszkulcsal, és majd akkor elmehetek a Bahamákra, addig csak maradjak nyugton, de nem hülyeskedek, Ági. Én ott álltam Christchurchben, és azon gondolkoztam, hogy emberek, én most utaztam át 20 000 kilométert, végignéztem gleccsereket, fokákat, végignéztem a gyönyörű világ legtisztább egyik forrásának a vizét, végignéztem esőerdőket, gejzíreket, és valakit meg akartam kérdezni, van-e, aki akarna osztozni ebben az élményben, mert annyira jó. Gyönyörű. És ott álltunk egy Zsuzsi nevű lánya, bocsánat, Zsuzsa nevű lánya, és körbeutaztuk ketten, almán éltünk, meg azt hiszem, hogy volt nálunk, hát általában rizsen éltem, és volt nálunk csomó alma, meg vettünk általában kiflit vagy zsömlét. Hát egyrészt, hogy mondjam, ezt a alacsony budgettel dolgoztunk. Alacsony költségvetésű. Alacsony költségvetésű volt. Magas költségvetésű. Másrészt arra kellett szánnunk a pénzt, hogy benzinre legyen elég. És hát a turista hátizsákos szállásokon, hol jött egy holland, hol jött egy amerikai, hol jöttek azok az emberek, tudod, a világról össze találkoztak egy estére, és elmesélték, megosztották az életüket, és tudod, amikor úgy szárnyalsz, és még egy csúcs, és a mond kukkon apukám fölé volt, hogy Szilvi, most nézem Új-Zélandot Spektrum TV-n, és Mondkukkot mutatják, mondom, apu 8 fok van, és itt állok Mondkukkon. Tehát olyan dolgok történtek, érted? És azt akarom mondani, hogy emberek ülnek otthon, és el tényleg feltételezik, és kitalálják, hogy mások szerintük hogy élnek, és megy a nem annyira felemelő energia. Amúgy tudod, mit nem is kell elengedni ezt a valóságot, mert mindenki lehet változtatni. Azt él meg. Lehet változtatni. Ennyi. És ugyanígy, bocsánat. Mindig ezt tudjuk mondani. De én ezt Egerben, ugyanígy, mint Budakeszin is meg tudom élni. Tehát én voltam olyan szerencsés, hogy körbeálltam Magyarországot többször is. Nagyon, nagyon érdekes, amit mondtál, mert az jutott közben ez eszembe, hogy eddig volt bennem egy ilyen feltételezés, hogy az emberek mindig azt adják vissza, amit érezgek. Uh-huh. De az emberek nem tudnak többet visszaadni, mint az ő maximumuk. Uh-huh. Tehát ez egy... És ezért őszínes, mert képzeld, hogyha mindig azt látnád, amit te rezegsz. Tehát valójában ez a nézőpont is egy darabig nyilván igaz, tehát kondíciókkal, igen. Ez így van. De mindig azt kapnám vissza, amit érezgek, most tényleg mindig magamat nézném.
valamilyen formában. Kívülbelül nyilván színes vagyok, és ez színes képet mutatna. De rengeteg féligasság kering, és ez annyira jó ezeket is ledönteni. Igen, nagyon sok kritikát kapunk. Én laktam a 8 kertben, és én dolgoztam a kőbányán, a bőri mellett. Tehát tudom pontosan, hogy amikor az ember összetört csontokkal fekszik, az milyen. Amikor nem lát, mert be van szagdalva a szeme, az milyen. Amikor nincs mit ennie, és egy idegen országban van, ez volt Angliában, volt Új-Zélandon. De miért kell nekem ezzel jönnöm, hogy majd akkor vagyok nagyszerű csaj, hogyha pacsi, és ezen átmentem, és akkor majd már beszélhetek arról a sikerekről. Tehát én azt mondom, hogy itt és most föl lehet menni a várba, vagy be lehet menni a belvárosba, vagy vidéken gyönyörű Szeged például, vagy bárhol elmenni, vagy a mezőre kijönni és felhőket bemúlni, ezt az érzést meg lehet élni. Nekem szándékom volt Új-Zélandra menni, de nekem szándékom van mindenhova menni, mert imádom a sokszínűséget, és ehhez tényleg nem pénz kell elsősorban, de amikor kijövünk azokból a korlátokból, csak így lehetséges, és azt mondom, hogy nem azért, mert ez az illető meg tudta csinálni, én is meg akarom, hanem mert látok, hogy látom a példákat, hogy így is lehet élni. Hoppá, hogy is akarok én élni? Na, ennek a szabadság, ez nagyszerű. Nagyszerű. Hát én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek. Köszönjük. Nagyon nagy élmény volt, nagyon-nagyon szeretünk benneteket. És köszönjük, figyelünk szépen továbbra is, és az embereknek pedig én csak azt tudom kívánni és mondani, hogy van lehetőség, igen, van lehetőség megváltoztatni az életet, van más élet is, amit választhatunk saját magunk számára, a megoldást készen kínáljuk nekik, és úgyhogy csak-csak lépni kell, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, köszönjük, és nagyon-nagyon nagy boldogságot kívánunk nektek. Köszönjük szépen! És üdv mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra!